Üdvözöllek benneteket! Az előző leckékben már megismerkedtünk az oszthatósági szabályokkal az 1-től 10-ig terjedő számokra. Aktuális videónkban néhány 10-en felüli számmal való oszthatóságot fogunk megismerni. Kezdjük a 11-el való oszthatósággal. Hogy szól a szabály? A szám első számjegyétől az utolsó előtti számjegyig képzett számból ki kell, hogy vonjuk az utolsó számjegyet. Láthatjuk, hogy ez az oszthatósági szabály nagyon hasonló, mint a 7-tel való oszthatóság. Hiszen ha az így kapott szám osztható 11-jel, akkor az eredeti szám is osztható 11-jel. Ha túl nagy számot kaptunk, akkor ugyanezt a szabályt alkalmazhatjuk további lépésekre. Nézzünk akkor egy konkrét feladatot, hiszen így első ránézésre, illetve első hallásra talán túl bonyolultnak tűnik ez a szabály. Ellenőrizzük le, hogy a 11 osztója-e a 2189-nek. Nézzük a szabályt, az első számjegytől az utolsó előtti számjegyig, tehát a 2-estől a 8-asig, ezt jelöltem kék színnel, ki kell, hogy vonjuk az utolsó számjegyet, a 9-et. Tehát a 218-ból, ha kivonom a 9-et, az 209. Igaz-e, hogy a 11 osztója 209-nek? Hát nem lettünk okosabbak, ami azt jelenti, hogy tovább tudom folytatni a szabályt. Tehát az elsőtől az utolsó előttiig, az a 20, abból vonjuk ki az utolsó számjegyet, vagyis a 9-et. Hát a 20-ból, ha kivonjuk a 9-et, az eredmény 11. És az utolsó kérdésre már könnyen tudunk válaszolni. Igaz-e, hogy a 11 osztója 11-nek? A válasz igen. Így ez azt jelenti, hogy a 11 osztója 209-nek is, ami természetesen azt jelenti, hogy a 11 osztója a 2189-nek is. Talán így, látva az első feladatunkat, nem is tűnik olyan bonyolultnak ez az oszthatósági szabály. Azért gyakorlásnak nézzünk még egy feladatot. Most már egy nagyobb számot veszünk. 23.164 elosztható egy 11-jel maradék nélkül. Tehát az elsőtől az utolsó előttéig, az a 2316, ebből ki kell, hogy vonjuk a 4-et. Hát a különbség 2312. Tehát a 11 osztója 2312-nek. Ez még túl nagy szám, alkalmazzuk újval a szabályt. Elsőtől az utolsó előttiig, az a 231, abból vonjuk ki az utolsó számjegyet, vagyis a 2-t. Ez a 229. Tehát a 11 osztója a 229-nek. Hát még ez is nagy szám, alkalmazzuk a szabályt újból. Az elsőtől az utolsó előttig, az a 22, abból vonjuk ki a 9-et. Az eredmény 3. Így már tudunk válaszolni a kérdésre, a 11 osztója a 13-nak. A válasz nem, tehát hamis, így a 11 a 229-nek sem osztója, ugyanúgy a 2312-nek sem osztója, és végezetül tudunk válaszolni az eredeti feladatunkra, a kérdésünkre, a 23.164-nek sem osztója. Természetesen, ha így most elnézzük, hogy főleg, hogy több lépésből áll a feladat, túl bonyolultnak is tűnhet, ne felejtsük el, hogy bármely számnál, bármely szám esetében az oszthatóságot egyszerű osztással is le tudunk ellenőrizni. Nézzük akkor a 11-el való oszthatóságot osztással hogyan ellenőrizzük le. Ugyanerre az előző példára, a 23.164-et osszuk el 11-jel. Aláhúzom a 23-at, 23-ban a 11 megvan kétszer, kétszer 11 az 22, hogy 23 legyen kell még 1. Lehozom a következő számjegyet, az 1-et, 11-ben a 11 megvan egyszer, egyszer 11 az 11, hogy 11 legyen, nem kell semmi. Lehozzuk a következő számjegyet, a 6-ot, 6-ban a 11 megvan nullászor, vigyázat, kiírjuk a nullát, nullászor 11 az 0, hogy 6 legyen, kell még 6. És most hozom le az utolsó számjegyet, a 4-et, 64-ben a 11 megvan 5-ször, mert 5-ször 11 az 55, hogy 64 legyen, kell még 9. Amint látjuk, van maradék, ami azt jelenti, hogy a 11 nem osztója a 23.164-nek. Ígérem, ettől bonyolultabb oszthatósági szabály nem lesz több, talán a 7-es és a 11-es a legbonyolultabb. A következő oszthatóság az már sokkal egyszerűbb lesz, hiszen visszanyúlhatunk két eddigi tanult szabályra. Egy szám akkor osztható 12-vel,
ha osztható 3-mal is, és osztható 4-jel is. Ugye a 12-t úgy kapjuk, hogy ennek a 3-nak és a 4-nek a szorzatát vesszük. Ismétlésképpen, mikor osztható egy szám 3-mal, akkor, hogyha a számegyenek összege is osztható 3-mal, és mikor osztható 4-jel, akkor, hogyha két utolsó számjegyéből képzett kétjegyű szám is osztható 4-jel. Nézzünk konkrét feladatot erre. Ellenőrizzük le, hogy a 12 osztója-e az 576-nak. Egyszerűbb először a 4-essel való oszthatóságot leellenőrizni. A 4 osztója a 76-nak, ugye tudjuk, hogy csak a két utolsó számjegyből alkotott kétjegyű számot kell figyelni. Mivel a 76, hogyha 20-assával megyünk, ugye használtuk ezt a kis segítséget, 20, 40, 60, 64, 68, 72, 76, vagy pedig a 80-ból egy 4-essel visszalépünk, tehát láthatjuk, hogy a 76 osztható 4-jel. Tehát, ha ez igaz, haladunk tovább. A 3 osztója az 576-nak. 3-mal való oszthatóságra szükségünk van a számjegyek összegére. Összeadjuk az 5-öt, a 7-et és a 6-ot. 5 plusz 7 az 12, plusz 6 az 18. Igaz-e, hogy a 3 osztója 18-nak? Ezt fejből is el tudjuk dönteni, hogy igen. Tehát akkor azt jelenti, hogy a 3 osztója az 576-nak. Ha mind a két állításunk igaz, vigyázzat csak akkor, ha mind a kettő igaz, akkor az eredeti állítás is igaz lesz, vagyis a 12 osztója lesz az 576-nak. Nézzünk még egy példát. Osztója 12 a 12.304-nek. Nézzük megint a 4-jel való oszthatóságot. Két utolsó számjegyből alkotott szám, az a 4. Osztója 4 a 4-nek, igen. A 3-mal való oszthatósághoz szükség van a számjegyek összegére. Összeadjuk tehát az 1-et, a 2-t, a 3-at, a 0-át azt átugrom, hiszen nem kell összeadni, az összeadásra a 0 semleges elem, plusz a 4-et. 1 plusz 2 az 3, plusz 3 az 6, plusz 4 az 10. Osztója a 3 a 10-nek, hát sajnos a válaszunk nem, tehát hamis. És mivel az egyik állítás hamis, attól függetlenül, hogy a másik igaz, így az eredeti állításunk is hamis lesz, tehát a 12 nem osztója a 12.304-nek. Hasonlóképpen a 12-vel való oszthatósághoz megtanuljuk a 15-tel való oszthatóságot is. Míg a 12-t úgy írtuk föl, hogy 3x4, a 15-öt a 3x5 szorzattal fogjuk alkalmazni. Tehát egy szám akkor osztható 15-tel, ha osztható 3-mal is, és osztható 5-tel is. A 3-mal való oszthatóságot már az előző lépésben használtuk, tehát össze kell adni a számjegyeket, és arra ellenőrizzük le. Az 5-tel való oszthatóság pedig nagyon egyszerű, hiszen a vége vagy 0, vagy 5 kell, hogy legyen. Nézzünk akkor néhány feladatot. 15 osztója-e a 4305-nek? Mivel egyszerűbb az 5-tel való oszthatóságot leellenőrizni, én ezzel kezdem, osztója-e az 5 a 4305-nek. Csak az utolsó számjegyet figyelem, mivel az 5-ös, így igaz állítást kaptunk. 3-mal való oszthatósághoz össze kell, hogy adjuk a számjegyeket. 4 plusz 3 plusz 5, ugye a nullát megint átugrom. 4 plusz 3 az 7, 7 plusz 5 az 12. Igaz-e, hogy a 3 osztója 12-nek? Ez igaz, vagyis mindkét állításunk igaz lett, így akkor mondhatjuk, hogy a 15 osztója a 4305-nek. A következő feladatunkban azt kell ellenőriznünk, hogy a 15 osztója a 90.010-nek. Megint az 5-össel való oszthatósággal kezdem. Mivel nullára végződik, így ez az állítás igaz. A 3-mal való oszthatósághoz összeadjuk a számjegyeket. Szerencsére itt csak két számjegy található, a 9-es és az 1-es, ami 10-et ad. Osztolja a 3 a 10-nek? A válaszunk nem. Tehát, mivel a két állítás közül az egyik állítás hamis, így az eredeti állításunk sem lehet igaz, vagyis a 15 nem lesz osztója a 90.010-nek. A következő oszthatósági szabály a 20-szal való oszthatóság. Mondhatnánk, hogy egy szám akkor osztható 20-szal, hogyha osztható 2-vel is, meg 10-zel is, mivel a 10 a 2-nek a többszöröse, így sajnos ez a szabály nem létezik. A következőt kell, hogy leellenőrizzük. Utolsó előtti számjegye páros kell, hogy legyen. Az utolsó számjegye pedig 0.
Tehát nagyon egyszerű lesz a szabály, alkalmazzuk, a 20 osztója e az 5930-nak. Utolsó előtti számjegye, láthatjuk, hogy páratlan, tehát 3-as páratlan. Így hiába nullára végződik, a páratlan utolsó előtti számjegy miatt a 20 nem lesz osztója az 5930-nak. A következő példánk 20 osztója a 880-nak, utolsó előtti számjegy az 8, utolsó számjegy 0, tehát mind a két állításunk, mind a két feltételünk teljesült, így a 20 osztója lesz a 880-nak. Emeddigi szabály mellett természetesen van még egy szabály, amire végződhet egy szám, hogy igaz legyen a 20-al való oszthatóság, az a 20, a 40, a 60, a 80, vagy pedig a 0-0, tehát minden százas az osztható lesz 20-szal. Következő szabályunk a 25-tel való oszthatóság. Ez is egy könnyű szabály lesz, hiszen egy szám akkor osztható 25-tel, ha 25-re, 50-re, 75-re vagy 0-0-ra végződik. Tehát hasonlóképpen, mint az előtt, minden százas osztható lesz 25-tel. Tehát amikor egy feladatot kapunk, amelyben a 25-tel való oszthatóságot ellenőrizzük le, csak a két utolsó számjegyből alkotott számot kell, hogy figyeljük, mire végződik, 25-re, 50-re, 75-re vagy 0-0-ra-e. Jelen esetben a 4780 az 80-ra végződik, tehát a válaszunk hamis. Ha pedig a következő feladat, 25 osztója a 775-nek, amire végződik a 775 az a 75, ez már egy igaz feltétel, tehát igen, 25 osztója lesz a 775-nek. Az 50-nel való oszthatóság nagyon hasonló a 25-tel való oszthatósággal, csak még rövidebb. Egy szám akkor osztható 50-nel, ha 50-re vagy pedig 0-0-ra végződik. Tehát megint csak a két utolsó számjegyből alkotott számot kell figyeljünk, vagyis a végét. Ha az 50 vagy 0-0, akkor igaz az oszthatóság. A 11255-re láthatjuk, hogy ez nem igaz. Viszont az utolsó példánkban, ha 3200-at ellenőrizzük le, hogy az oszthatója 50-nel, mivel 0-0-ra végződik, így azt mondjuk, hogy ez igaz. És végezetül néhány további oszthatóság, amelyeket valójában az eddig megtanultak alapján tudunk majd levezetni. Például a 200-al való oszthatóságot hasonlóképpen, mint a 20, azt mondjuk, hogy egy szám akkor osztható 200-al, ha 200-ra, 400-ra, 600-ra, 800-ra vagy 0-0-0-ra végződik. Az 500-al való oszthatóság hasonlóképpen, mint az 50-es, azt mondjuk, hogy vagy 500-ra végződik, vagy pedig 0-0-0-ra. A 18-al való oszthatóságot hasonlóképpen oldunk meg, mint ahogy a 12-t vagy a 15-öt, fölbontunk két szám szorzatára, a 18-at meg tudjuk oldani 2-vel és 9-el. Valaki mondaná, hogy a 18 az egyenlő 6x3, igyekezzünk tehát minél kisebb számokat kapni, tehát a 2-es és a 9-esre van külön szabályunk. Tehát egy szám, jelen esetben például a 2376, akkor lesz osztható 18-al, ha osztható 2-vel is, láthatjuk, hogy páros, tehát igaz, és osztható 9-el, össze kell adni a számjegyeket, 2 plusz 3 az 5, meg 7 az 12, meg 6 az 18. Tehát ez a szám osztható 2-vel is, 9-el is, vagyis 18-al is. Hasonlóképpen a 21-et is le tudjuk ellenőrizni, úgyhogy osztható 3-mal és osztható 7-tel. A 3-mal való oszthatóság, összeadjuk a számjegyeket, 2 plusz 3 az 5, meg 1 az 6, tehát az osztható 3-mal. A 7-tel való oszthatóság pedig azt mondja, hogy az elsőtől az utolsó előttig, tehát a 23-ból vonjuk ki az utolsónak a dupláját, vagyis az 1-nek a duplája az 2, 23 minusz 2 az 21, és igen, az osztható 3-mal. Tehát a 231, mivel osztható 3-mal is, és osztható 7-tel is, így osztható 21-el is. További oszthatóságok mind visszavezethetők az alap oszthatósági szabályokra, amikkel megismerkedtünk az elmúlt három videóban, az első részben az 1-től 5-ig, a második részben az 5-től 10-ig, és az utolsó részben a 10-től nagyobb számokkal való oszthatósági szabályokkal. Köszönöm a figyelmeteket!